A kiskunfélegyházi feketék gyorsabban és mérnöki precizitással passzoltak egymáshoz, az egy az egyeknél, az egy a kettőknél roppant dinamikusak és kellőképpen erőszakosak is voltak. Micskó Márk csapatának játékában több volt az ötlet, az elképzelés, a váratlan látványos, mondhatni futzálos megoldás, amiben a szekszárdi csapat újdonsült válogatott játékos a Gancer Hajnalka vitte a prímet közönség szórakoztató módon. Egy gól itt, egy ott, 2-2-vel fordultak a csapatok. Csapat szinten összekapva magát, óriási erőket mozgósított a B-közép szurkolásától is nagyon támogatott szekszárd. Többször csak a szabálytalanság árán sikerült megállítani őket a vendégeknek, ennek pedig a futzálban olykor nagyobb az ára, mint a nagypályás fociban. A hatodik vendég szabálytalanság után ugyanis a szabályok értelmében 9 méterről elvégzett büntető jár a sértett csapatnak. És ezt az egyik, hanem a legprimább rugótechnikájú magyar női futzáljátékos Gancer Hajnalka rájellemző csőrös egyedi megoldással a jobb alsó sarokba lőtte, pontosabban vágta. Maradt a 3-3 egy emlékezetes mérkőzésen, mint abszolút igazságos végeredmény. Két nagyon jó csapat találkozott ma. Volt lehetőségünk a győzelmet megszerezni, de ugyanígy az Astrának is megvoltak a lehetőségei. Úgy érzem, igazságos a döntetlen, bár mind a két csapat győzhetett volna. Hát sok nehézséggel küzdöttünk mind a mai mérkőzésen, mind egész héten. Nagyon sok sérültünk volt, betegünk, tehát ez a mai mérkőzésen is látszott. Alapember hiányzott? Alapemberek természetesen, Buchmüller, Petra betegség miatt nem játszott, nem kockáztattam meg a játékát. Kágyi Rebekának ugye a törött ujjal játszott, a Mária Vaskovec húzódással játszott, és azért többé-kevésbé majd, hogy nem mindenkinek vannak kisebb-nagyobb problémái. Ennek függvényében még értékesebb a döntetlen, amelynek kiharcolásában az egész mezőny egyik kiemelkedő játékosa, Gancer Hajnalka nem csak góljaival játszott fontos szerepet. Ilyen eltérő stílusú két csapatról van szó, de én abszolút azt gondolom, hogy nem véletlenül mi vagyunk az első két helyen. Ez már lehetett volna akár a döntő is. Múlt héten nem játszhattam a Hajdúböszörmény ellen, úgyhogy már éhes voltam kicsit a játékra, lehet azért is mentünk. Én nagyon büszke vagyok a csapatra, valaki törött ujja, valaki húzódással, valaki betegséggel vállalta a játékot, tehát abszolút nem mondhatjuk azt, hogy most teljes erővel és teljes csapattal tudtunk kiállni, és mégis így tudtunk küzdeni és ilyen eredményt elérni. Én remélem, hogy a döntőre, hogyha bejutunk, de legalábbis a felsőházi rájátszásra most már mindenki meggyógyul, mindenki egészséges lesz, és akkor teljes csapattal tudunk kiállni. Érlelődik tehát az Astra Kiskunfélegyháza nagy döntő is, de ebben még legalább 3 csapatnak, köztük a nagy szomszédvári rivális Tolnamözsnek is van még beleszólása.